Az évindító hagyományteremtő találkozáson Márfigyula érsek mondott köszöntőt. Az egyház és az állam kapcsolatára, az egymásra utaltságra, az együtt gondolkodásra hívta fel a figyelmet. A hívő ember egyszerre tagja az egyháznak és kötelességteljesítő állampolgár is, emelte ki. Ahol a hívő ember gyakorolja vallását, ott nem csak a templom van rendben, hanem jó a közbiztonság és az adózási fegyelem is. Egyszerre lehetünk egy egyháznak a tagjai és egy államnak a polgárai, és hogyha az ember a templomba megy, akkor sem szűnik meg állampolgárnak lenni, és amikor az ember elmegy egy laikus intézménybe, ott sem szűnik meg keresztény embernek lenni, ha éppen keresztény, vagy akármilyen vallású. Tehát én bennem nem keveredik össze a kereszténység, keresztény-katolikus hitem és az állampolgárságom, de nem is válik ketté, mert én nem két személy vagyok, hanem csak egy. 2016-ban különleges év elé nézünk. A pályázatok megjelenésével olyan időszak indul el, olyan fejlesztési ciklus, amely meghatározó lesz Veszprém megye életében, fogalmazott Polgárdi Imre elnök pohárköszöntőjében. A régóta várt terület- és településfejlesztési operatív program első kiírásai megjelentek, a megye önkormányzatai felkészültek a források lehívására. Örömmel mondhatjuk, hogy a 17 pályázati lehetőség közül, ami a településekre vonatkozik, kivéve Veszprémet, azokból 12 már megjelent. Akkor, amikor a pályázat gyűjtési szakaszban voltunk, akkor a minisztériummal sokat tárgyaltunk, és előjöttek a kis településeknek a gondjai, problémái. Nevezetesen, hogy a településeknek nem lesz elég önrészük ahhoz, hogy bizonyos pályázati forrásokhoz jussanak. Nagyobb településeknek, városoknak ugye megvan a megfelelő önrészük ehhez. Nagyon örülök, hogy a minisztérium befogadta a javaslatunkat, és örömmel mondhatom, hogy a 12 pályázati lehetőség közül mindegyik 100% támogatottságú lesz. Ez azt jelenti, hogy a kis településeknek ugye nem kell önrészsel bajlódniuk, nem kell azon gondolkodni, hogy hogyan fogják előteremteni a pályázati lehetőségeiket. Én azt hiszem, hogy a megye települései élni fognak ezekkel a pályázati lehetőségekkel. Külön ki szeretném emelni, hogy vannak a megyében hátrányos helyzetű térségek, járások, amelyek plusz előnyöket élveznek a pályázati lehetőségben. Sümeg és Sümeg környéke ilyen rész. Ebből következően én bátorítom a sümegi, illetve Sümeg környéki településeket, civil szervezeteket, egyházakat, hogy bátran pályázzanak, éljenek a pályázati lehetőségekkel, hiszen számukra nagyobbak a lehetőségek arra, hogy nyerjenek is ezeken a pályázatokon. Én már figyeltem a pályázati ötleteket, azokat az ötleteket, amelyeket már ezidáig beadtak a települések, és nagyon bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy a mi választókerületünk is sok pályázathoz fog jutni. Az évindító állófogadás jó alkalmat teremtett a megye közéleti szereplőinek találkozására, az újévi közös feladatok, együttműködések megalapozására.